Új tornateremmel is bővült Nyíregyházán a Búza Szemnyugati Óvoda székhely intézménye, de emellett energetikai korszerűsítéseket is végrehajtottak a nevelési intézmény épületén, megtörtént annak akadálymentesítése is, valamint felújították a mosdókat is. A Búza utcai óvoda mellett 700 millió forintból 5 másik nevelési intézmény is megújult egyidejűleg a megye székhelyen. Ez szerves része annak a programoknak, amit már 2011-ben elkezdtünk, és azt tűztük ki célul, hogy látva az óvodák, bölcsődék, intézmények állapotát, fel kell újítanunk belátható időn belül az összes. Időarányosan jól állunk, hiszen most ebben az évben 6 óvoda, 3 bölcsőde és egyébként 4 iskola felújítására is sor került, és már ki van írva a pályázatunk, sőt jövő héten az ajánlatok érkeznek arra, amit a következő évben szeretnénk folytatni, azaz további 8 óvoda és 1 bölcsőde felújítását. A kormány számára is fontos, hogy a nevelőket és a gyermekeket modern és méltó környezet várja a bölcsődékben és óvodákban, mondta az átadón a családpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Benede Attila kiemelte, a nevelési intézmények fejlesztése éppen ezért különösen fontos számukra. Az nemzet jövője szempontjából a legfontosabb az, hogy a gyermekeink fejlődése, oktatása, tanulása, élelődése az megfelelő helyen, megfelelő szinten és színvonalon történhessen. Ehhez az elmúlt esztendőkben és még a következő években 120 milliárd forint forrás különített el a kormány bölcsődék és óvodák fejlesztésére, építésére, korszerűsítésére, ami azt hiszem, hogy méltó környezetet tud adni ahhoz, hogy a gyermekek tényleg a lehető legjobb körülmények között, legjobb higiéniai viszonyok között tudjanak először élelődni, beszokni a csoportokba, aztán pedig tanulni és fejlődni. A gyermekeket ellátó intézményrendszer fejlesztését azért is támogatja a kormány, mert céljuk, hogy a gyermekeket nevelő szülők egyszerre választhassák a családot és a munkavállalást.